Néhány nappal ezelőtt meghalt egy 16 éves fiatal fiú. A vonat elé vetette magát, mert bántották, csúfolták, bántalmazták, kirekesztették. Az előző videómban érintőlegesen már volt szó erről a témáról, de teljesen más megközelítésben, mint ahogyan most szeretnék róla beszélni. Mindazok, akik azt szeretik és azt szokták meg a videóimban, hogy bulvár kapcsán, remélem a bulvárnál több vagy mélyebb dologgal foglalkozom, azok lehet, hogy most tovább fognak görgetni, de remélem, hogy nem teszik, hanem maradnak egy kicsit. Istvánnak hívták azt a fiút, aki tönkrement abban, hogy iskolai bántalmazás áldozata lett. Egy kutatás szerint az iskolások kétharmada megtapasztalja, hogy milyen az iskolai bántalmazás. Ez iszonyatosan elkeserítő, már csak azért is, mert hogyha matematikailag nézzük a tényeket, akkor ezek szerint egyharmadnyi kisebbség kergeti szorongásba, mentális vagy fizikai sérülésekbe az áldozatokat. Végleges és végletes esetben egyenesen öngyilkosságba. 2022-ben egy iskolaudvaron fogták le társai azt a fiút, akinek homokot és kavicsot tömtek a szájába. Annyira súlyos lett a helyzet, hogy kétszer meg is kellett őt operálni pár nappal később emiatt. Az ügyészség a fiatalkorú elkövetőkkel szemben próbára bocsátást és pártfogó elrendelését indítványozta. 2010-ben egy másik fiú uzsonnáját, zseppénzét rendszeresen elvették. Csicskáztatták, rugdosták őt az iskolatársai, majd fenyőtobozt dobtak a szemébe, később vonalzóval is kicsapták a szemét, és fel akarták gyújtani a ruháját is. A srác 90%-os látássérülés szenvedett. A bíróság a zaklatókat közmunkára és pénzbírságra ítélte. Iskolai bántalmazás és zaklatás sajnos mindig is volt. Volt 10 éve, 50 éve, valószínűleg 100-200 éve is. Időközben viszont megjelentek az okostelefonok, megjelent az internet, és a TikTok általam eddig soha nem tapasztalt intenzitással és impulzivitással reagált konkrétan erre a történetre. Ami miatt egyik szemem nevet, a másik viszont gyakorlatilag egyenesen zokog. Felnőtt, fiatal, tapasztalt vagy éppen érintett emberek beszélnek erről, beszélnek a bántalmazásról. Egy olyan platformon, ami pont azt a korosztályt foglalkoztatja, pont az a korosztály az elsődleges felhasználó, amelyik korosztályba az áldozat is tartozott. Döbbenetes mennyiségű hozzászólásból derül ki, hogy milyen nagyon sokan járnak hasonló cipőben. Elképesztő erőket mozgat meg az eset, aminek talán az egyetlen pozitív hozadéka, ha lehet ilyet mondani. Hogy rengeteg fiatal a kommentek és a videók hatására érezheti, hogy nincsenek egyedül. És bizony ott égtelenkedik a kommentek másik része. A bántalmazók bűnhődését kívánóé. A bántalmazók lincselését akaróké. Bűnhődést kívánni, kövezzetek meg, de oké. A bántalmazók nevét, lakcímét kinyomozni és publikálni nem oké. Nem oké az önbíráskodás, nem oké a lincselés. Nincs rendben a család olyan tagjainak meghurcolása, akik nem tehetnek semmiről. És itt most cseppet sem a szülőkre gondolok, sőt, nagymamára, unokatestvérre, keresztszülőre és legfőképpen fiatalabb testvérre, nevezetesen húgra, akinek időközben már kilátásba helyezték a megerőszakolását és lefejezését is. Olyasmi miatt, amit a bátyja követett el. És nem lehet a bátyja tette miatt a húg a bűnös, nem lehet miatta a felelős. És nem lehet miatta újabb áldozat sem. Én megértem az indulatot. Meg is élem, amikor néztem az erről szóló híradásokat, akkor tombolt bennem a düh és a tehetetlenség, és most is. De ez, amiket most felsoroltam, ez nem megoldás. Nem ez a megoldás. Az önbíráskodást nem menti fel annak érzelmi háttere, különösen nem egy idegentől. Azt mondják és azt írják, hogy azért szakad meg különösen és extra módon a szív az elhunyt Istvánért, mert egy jó indulatú, szeretetreméltó, kedves ember volt. Vajon ő, hogyha még élne, vagy hogyha látná ezt, azt szeretné, hogy megbűnhődjenek, akik elkövették ellene? Esélyes. Valószínű. Lehet. És egy kedves, szeretetreméltó, jóindulatú fiú vajon azt szeretné, hogy lincselés legyen az eredmény? Fiatalabb testvérek fenyegetése, rettegésben tartása legyen a következmény? Hát ezt kötve hiszem. Ez itt nem a TikTok.
Engem a statisztikák szerint néznek ugyan fiatalok, de jellemzően nem abból a korosztályból kerülnek ki, akik középiskolások vagy iskolások lennének, de ez logikus és érthető is. Ezért aztán én nem arról szeretnék beszélni, hogy mit tegyél, ha iskolai bántalmazás áldozata vagy, vagy érintett osztálytárs, vagy hogyan előzd meg, hanem arról, hogy mit tegyél, ha a gyereked az, ha a tanítványod az, ha a környezetedben valamely fiatalkorú az. Voltak természetesen sejtéseim, de azért utána néztem, hogy a pszichológusok, a szakértők szerint mik a jelei annak, hogyha egy gyerek iskolai bántalmazás áldozata, zaklatásé, verbális agresszióé, vagy akár fizikaié. Mik azok a jelek, amikre fontos felkapnunk a fejünket? Vannak rajta sérülések? Hát igen, azt hiszem ez elég nyilvánvaló jel. Befelé fordulóvá válik? Étvágytalanná? Hasfájóssá? Álmatlanná? Fejfájóssá? Tanulságos, bár még ez sem annyira meglepő. Ha viszont sok tárgyat, sok dolgot veszít el, akkor nem biztos, hogy ez azért van, mert link, vagy hebehúrgya, vagy feledékeny. Talán érdemes-e a mélyére ásni. Talán nem elveszítette őket, hanem elvették tőle. Ha betegségekre hivatkozik, akkor lehet, hogy nem a dolgozat vagy a feleltetés alul szeretne kibújni, hanem egyszerűen fél, hogy megismétlődik vele az iskolában az, ami tegnap vagy múlt héten. Nem akar bemenni a társai miatt. És meglepő, de hogyha agresszívvá, indulatossá válik a korábban nyugodt és kiegyensúlyozott gyerek, akkor ez nem biztos állítólag, hogy azért van, mert a hormonok dolgoznak benne, és nem is azért feltétlenül, mert ő maga a bántalmazó. Elképzelhető, hogy a benne munkáló szorongás, dű és elkeseredettség a biztonságos közegben ilyen módon eszkalálódik. Feszegetik rengetegen most aztán különösen, hogy mi a szülők felelőssége, mi az iskolájé, mit lehetne tenni, mit lehetett volna tenni, ki, hol, mikor és mit rontott el. És mint olyan sokszor most is azt érzem, hogy sokan, sok alkalommal, sok mindent. Egy bántalmazott gyerek távolról sem biztos, hogy ad egyértelmű jeleket. De szinte több, mint valószínű, hogy nem szól. Akkor sem, hogyha nagyon is biztonságos az otthoni közeg. Talán mert védeni szeretné a szüleit. Talán azt gondolja, hogy majd ő ezt megoldja. Talán attól fél, hogy így még ráadásul spiclivé is válik a többiek szemében. A következő bántás tehát még annál is nagyobb lesz, mint amit eddig tapasztalt. Éppen ezért nekünk felnőtteknek kell borzalmasan észnél lennünk. Kilépni a nyomorunkból, a mókuskerékből, a sztereotípiáinkból, a szűklátókörűségünkből, a korlátoltságunkból, az előítéleteinkből, azokból a szürke hétköznapokból, amikor szinte tudomást sem veszünk a körülöttünk levőkről, annyira saját magunkkal vagyunk elfoglalva. De kitől reméljen biztonságot, menedéket, védelmet egy gyerek, hogyha nem tőlünk? Függetlenül attól, hogy rokonok vagyunk, családismerősei, tanárok, iskolaigazgatók, vagy egyszerűen csak járókelők az utcán, akik szó nélkül elmennek a gyerek mellett, akit éppen rugdosnak vagy a földelőknek a többiek, mint ahogy a kiszivárgott videó szerint Istvánnal is megtették.